Sziasztok, gyerekek! Ez az Iciri-piciri, a Pápavárosi Televízió gyermekműsora. Ezen a héten egy érdekes emlős állattal, a denevérrel ismerkedhettek meg, és egy őszi programot is megmutatunk nektek. A katolikus óvodában terményáldásra gyűltek össze a gyerekek. Tartsatok velünk, és nézzünk be együtt a nátuskerti és a katolikus óviba! Mészáros József Mészi vagyok, 22 éve foglalkozok denevérekkel, denevérkutatással, és egy jó pár éve most már iskolai előadásokat és gyakorlatilag 2 éve óvodai előadásokat is tartok. Gyerek közeli élményként próbálom átadni a gyerekeknek azt, hogy igazából milyen is a denevér, is megszerettetni velük, ugyanis ők a kis szivacsok még magukba szívják a tudást, így sokkal könnyebb a természetvédelmet a későbbiekben is tudtukra adni, és megszerettetni velük az élővilágot. Miért lógsz fejjel lefelé, mert én vagyok a denevér? Miért jó reggel a lefekvés, a denevér fordítva él? Nappal szundít, éjjel él, a szőrös borzas bőregér. Mindenhol élnek denevérek, tehát nem mondhatjuk azt, hogy csak erdőben él, csak barlangban él. Igazából teljes világpolgárok, északi sarkörtől déli sarkörig az egész földön megtalálhatók. Ugyanúgy emberlakta környezetben is élnek, mint természetes barlangi vagy erdei környezetben. Ennek megfelelően nap mint nap találkozhatunk velük, és a Magyarországon élő 28 fajból nagyon sok kimondottan emberlakta környezetben, városias környezetben él. A felröppen a kis vadász, szúnyogokat hajkurász. Éjszakai állatok, tehát teljes mértékben fordítva élnek, tehát ők az éjszakának a rovarevő emlősei, tehát nagyjából a madarak szerepét veszik át éjszaka. Rovarevők, mint említettem, kizárólag rovarokat fogyasztanak a Magyarország és az európai fajok, és ezáltal, bár nem szeretem ezt a szót, de hasznot is hajtanak, ugyanis egy törpedenevért, ha példának veszünk, ő szúnyogokkal táplálkozik, és egy éjszaka 1500-2000 szúnyogot egy példány elfogyaszt. Tehát a saját testsúlyuk 30-40%-át fogyasztják el rovarból egy éjszaka alatt. Na, én már most sokan ez alapján, az információ alapján megszerették a denevéreket. Neked minden denevérkutatónak egyébként mi a feladatod? Igazából a denevérek védelme, és Bakony és a Balaton felvidék az én kutatási területem, tehát ezen a területen a denevéreknek a kutatása, a populációknak a vizsgálata és a szükséges védelmi beavatkozásoknak az elindítása és annak a lebonyolítása. Tehát ez a fő tevékenység, mellette persze az ismeretterjesztés és az embereknek a megismertetése a denevérekkel, hogy nem kell őket írtani, félni tőlük, mert sajnos még a mai napig, hogyha valahova beköltözik a denevér, akkor az az első kérdés, hogy hogy lehet őket kiírtani. Ákom-bákom denevér, szőrös borzas bőregér, hármat, négyet elkapott, megfogta a szúnyogot. Reggelizett estére, éjfélkor jött ebédje, napsugárral bújócska, sötétségbe kagocska. Hármat, négyet elkapott, megfogta a szúnyogot, az ördög képű kis suhant, ultrahanggal elsuhant. Ábrázatja úgy néz ki, mint repülő kutya bébi, de ha őt kicsúfolod, a szárnyába burkolod.
Bevonom a gyerekeket, hogy élvezzék azt, amit elmondok, ugyanis a kisgyereknek száraz előadást tartani nem lehet, mert nem fog belőle megjegyezni semmit. Ők lesznek a kisdenevérek, én meg a denevérkutató, és akkor ugyanúgy, ahogy egy gyűrűzés lezajlik, meg lesznek jelölve a gyerekek, le lesz mérve az ujjuk, mint ahogy a gyűrűzőnaplóba bekerülnének a denevér adatai. Megnézhetik, mi van a kincses ládába, a denevérgyűrűző ládába. Bemutatom nekik, hogy hogy lehet meggyűrűzni egy denevért, miért kell meggyűrűzni, illetve hogy hogy tájékozódik a denevér, erre különböző eszközöket mutatok be nekik, illetve azt is megmutatom, hogy mi köze van a lópatkónak a denevérekhez. A terményállás sok éves hagyomány már óvodánkban. A gyerekek, illetve a szülők hoznak gyümölcsöket, zöldségeket, amit a Ferenc atya megállt, a gyerekek pedig rövid imákkal, énekekkel megköszönik a mennyei atyának, hogy ennyi jót adott nekünk, és a tornateremben lesz egy közös ünnepség, az ünneplés után pedig a csoportokba mennek a gyerekek, ahol elfogyasztják ezeket a gyümölcsöket és a megáldott kenyeret. Yeah.
Kedves gyerekek, ez volt mára az Iciri-piciri, jövő héten a télapóról szól majd a műsor. Tartsatok velünk egy hét múlva is. Sziasztok!